Jó évük volt tavaly a szállodáknak, rekordévet zárt a hazai turizmus. A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele közel 10%-kal múlta felül a 2017-es adatot, meghaladta az 500 milliárd forintot, derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség közleményéből. Külföldről is sokan érkeztek hozzánk, de mi magyarok is sokat utaztunk országhatárokon belül. A legtöbben kocsiba ülnek, úgy indulnak útnak, ugyanakkor van, aki a közösségi közlekedést részesíti ilyenkor is előnyben. Tudjuk nagyon jó, hogy a belföldi turizmus általában arról szól, hogy a legtöbben azért saját gépkocsival utazunk, tehát általában mindenki úgy szokta kiválasztani, hogy vagy új helyeket keres, vagy a régiót meg bevált helyeket részesíti előnyben, illetve vannak a nyugdíjasok, akik pedig olyan helyeket keresnek, ami vonattal megközelíthető, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy ugye nekik ingyen bérlet van már gyakorlatilag a vonat busz közlekedése, és akkor ők szoktak olyan helyeket választani, ahova vagy busszal, vagy vonattal közvetlenül el tudnak jutni, és ők ezeket részesítik erőnyben. A legtöbben tavaly is a Budapest, Közép-Duna vidéket és a Balatont választották, de a népszerű fürdővárosok sem veszítettek népszerűségükből. Megyénk lakosai közül is sokan keresték fel a fürdőzéssel kapcsolatos úti célokat, miközben más desztinációk is egyre inkább előtérbe kerülnek. A nyíregyháziak szempontjából, vagy a szabolcsiak még mindig nagyon népszerű ugye a Hajdúszoboszló, hiszen ott mindenféle szállás lehetőséget megtalál magának a turista, akár apartmant, akár 3-4-5 csillagos szállodát is, és azért nem beszélve arról, hogy a legnagyobb élménypark ugye itt van Hajdúszoboszlóban, plusz még mellette ott van a gyógyvíz adta lehetőség is. Tehát én úgy gondolom, hogy a szabolcsiaknál még mindig nagyon nagy közkedvelt favorit a Hajdúszoboszló, illetve hogyha belegondolunk, akkor már egy kicsit távolabb is merészkednek, vagy mostában egyre többen szoktak foglalni a hegyvidéken szállás lehetőséget. Nőtt a magas költésű vendégek száma is. A turisztikai ügynökség tavaly kétszámjegyű növekedést tapasztalt a hazánkba érkező amerikai, kanadai, kínai és spanyol turisták esetében az előző évhez képest.